Számomra a világ megértéséhez a versen átvezet az út. Szeretettel köszöntöm László Noé Miklósvári költőt, aki József Attila díjas és Balassi Bálint emlékkar, ez most annyi, már az elején bele sülök, de hogy emlékkard díjas, emlékkardos, ez furcsán hangzik, nem tudom, hogy kellene mondani, de mindenképp egy nagyon fontos díjról van szó, amit 2020-ban kaptál meg. És a Napsugár főszerkesztője, vagy a Napsugár és a Szivárvány főszerkesztője 2020 óta, de hát itt elsősorban költőként szeretnék veled beszélgetni. Elmondanék rólad néhány szót, azért 1991-ben végeztél a Báthori István Liceum matematika-fizika szakán, aztán a bölcsészkarra felvételiztél, ott 1996-ban végeztél, majd jártál tolmácsiskolába is, itt Kolozsváron, hogyha jól láttam az önéletrajzodban, vagy volt valami tolmácsképzés, de akkor ezt nyugodtan javítsd ki, mindent javítsál ki, amiben tévedek. Majd doktori iskola következett az ELTE-n Budapesten, 2010-ben védted meg a doktoridat Természet és ember Thomas Hardy műveiben címmel, úgy olvastam ezt is, felkészültem. Szóval itt lehet, hogy tévedtem az előbb, akkor javítsál ki a felsorolásokban. Szervusz, kedves Mari, üdvözlök mindenkit. Azt hiszem, hogy túl sok mindent csináltam ahhoz, hogy normálisan ezt el lehessen mondani, és nem is kell, hiszen most talán mint költővel beszélgetünk velem, és az egyedüli dolog, amit életemben következetesen végigvittem, az a vers, úgyhogy ez is azt jelenti, hogy van valami, amit nem csináltam rosszul, bár nagyon igyekeztem sok mindent rosszul csinálni, egy dolog sikerült, és az emlékkard, mivel hogy ő valóban egy kard, én nem mondanám még díjnak is, bár az egy díj, az első és talán egyedüli hosszú ideig magándíj, civil kezdeményezés eredményeképpen 20 éve osztogatják, és én voltam a második nőnemű lény, aki megkapta. Egy balassi büszt jár vele, egy kisméretű fehér balassi mellszobor, illetve egy végvári szabja másolat, ami miatt ki is kezdtek engem a hazai médiában, hogy micsoda dolog ez, hogy a költőknek fegyvereket osztogatnak, és a sors fintora folytán büszkén üzenem annak, aki kikezdett, hogy egy hete körülbelül megkaptam a Csáte Géza díjat, ami egy féldisznó és a költő nevével gravírozott húsvágó bárd. Úgyhogy most már kardom is és bárdom is van annak köszönhetően, hogy költő vagyok, nagyon kell félni tőlem. Tolmácsiskolában nem jártam, illetve a Transzilvánia Trust konferenciáin tolmácsoltam a 90-es évek második felében, és számomra az volt a tolmácsiskola. Ott lestem el a mesterséget olyanoktól, akik viszont jártak tolmácsiskolába, és arra a tapasztalatra támaszkodva utána tolmácsoltam elég masszívan, hosszú éveken át, és ennek köszönhetően nem lakom az áruk szélen. Köszönöm szépen a kiegészítéseket. És miközben erre a tudásra szertettem, amit elmondtam, a költészetedről is igyekeztem átfogó tudást szerezni, elolvastam a felnőtt köteteidet a kezdetektől egészen a legutóbbi Pulzus című, ezt nem tudom, hogy ide kell lemutatnom, című kötetig, illetve hát gyerekverseket is olvastam. Amikor eljutottam a Pulzushoz, akkor folyamatosan ilyen aha élményeim voltak, meg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kötet a te életedben. Művedben. Nekem legalábbis rendkívül az volt, és gondoltam, hogy ennek a beszélgetésnek ez adhatna leginkább keretet, mert hogy tudom, hogy a lírai én, meg az igazi én az nem ugyanaz, de egyfajta élettörténetként is olvasható ez a Pulzus című kötet. Nem tudom, először mondd meg, hogy akként olvasható-e. Hát én soha nem titkoltam azt, hogy alanyi költő vagyok, és hozott anyagból dolgozom, tehát hogy nálam nincsenek szerepversek, meg nem igazán van elképzelt narratív vonulat. Nagyon is lírai a költészetem, és nagyon is alanyi,
úgyhogy ezt én mindig is bevállaltam. Amiért esetleg aha élményeid sorozata támadhatott, az az, hogy ha egyidősek nem is vagyunk, de talán generációs társak vagyunk, és mindketten az élet közép némelyik oldalán tartózkodunk, és ez a kötet egy számvetésféle valóban, egy elég zaklatott és eseményekben, utazásokban gazdag életre való visszatekintés, illetve arra tett lírai kísérlet, hogy az egyén, és itt nyugodtan mondhatjuk, hogy az 50-es erdélyi magyar nő megértse azt, hogy miért van ő, miért ott van, ahol van, és miért olyan, amilyen, és hát ehhez annyi minden hozzájárul, de elsősorban az, ami az emberrel történt, mondjuk felnőtté válása után, mert attól a pillanattól kezdődik ez a református etika szerint olyan súlyos dolog, hogy az ember felelős a tetteiért, illetve hogy minden előre elrendeltetett. Hát én ezt nem nagyon hiszem, és némiképp ennek a kutatása ez a kötet, és a kutatás eredményeit próbáltam azért könnyedébben megfogalmazni. Hát városokhoz kötődnek ezek a kutatások, illetve ezeknek az élményeknek a megfogalmazása, az a művészi életút bejárása is, ez azért úgy gondolom. És hát Kolozsvárral indítasz, és hát ez egy szűkebb indítás, és kitágul, a végén a föld lesz, és hát a halállal való szembenézés lesz a kötetnek a vége. A föld egyébként az visszatérő motivum is a lírádban, de nem is ezt akarom mondani, hanem akkor vennék végig néhány várost, és ahhoz kötődően gondoltam akkor a beszélgetést. Egyes városokat, ahol többet éltél, úgy tűn nekem, hogy lelkiségében, belső világodból átszűrten is bemutatsz, míg hogyha csak rövid utazások, vagy ilyen rácsodálkozós utazásokról van szó, azok sokkal objektívebb leírásai annak a vidéknek. Tehát, hogy a belső vidékek városain mennék egy kicsit át, és hát Kolozsvárral kezded, érdekes módon Kolozsvár csak egy verset kap a kötetben, holott például Budapest, az többet, akár erre is kitérhetsz majd. És hát Kolozsvár felvillanások vannak tulajdonképpen, amivel kapcsolatban magamra is ismerek. Az a világ, amikor halkonzervtől halkonzervig él az ember, egészen addig, és ez is nagyon párlatszerűen villan fel, amikor egy parkolóhelyért verekednek az utódok, a mai unokák, mai emberek. Arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit a családodról, a családi környezetről és a versírás kezdeteiről kérdeznélek Kolozsvárot. Első generációs kolozsvári vagyok, édesapám ludasi, édesanyám tasnádi, itt végezték mind a ketten az egyetemet, itt találkoztak és végül itt maradtak. Három gyermekük született, édesanyám magyar-német tanárként végzett, néhány évig német tanárként tanított Teremen, ami a magyar határ mentén egy kis település. Édesapám gépészmérnök, és gépészmérnökként működött itt Kolozsváron, és anyám egyetem előtt egészségügyi technikumot is végzett, úgyhogy miután a második gyerek megszületése után ott hagyta a tanári állását, hogy a család együtt lehessen, mert így külön voltak, és én a nagyszüleimnél növekedtem életem első évében. A húgom rá egy évvel, tehát egy év van köztem és a húgom között. Úgyhogy a húgom érkezésével édesanyám úgy gondolta, hogy inkább lemond a karrierről, de legyen egy helyen az akkor még négy tagú család. És akkor itt Kolozsváron már nem a tanügybe ment vissza, hanem végül laboránsként vérképeket számolt egy mikroszkóp mellett egész életében. Apám egész életében egy és ugyanazon köszörűgépgyárban dolgozott, kezdte egyszerű mérnökként és végezte eladási igazgatóként. Túlélte a forradalmat, amikor tudjuk, hogy elég sok mérnöknek derékba tört a pályája. A családi legendárium szerint apám egy rendkívül jófejű, zseniális és vicces figura, édesanyám pedig egy
komoly, alapos, konzervatív értékrendet valló személy, és hát érdekes módon három gyermekük közül lett egy patikus, egy szoftvermérnök és egy szédelgő, de végzettsége szerint magyar-angol tanár, úgyhogy semmi új nincs a nap alatt, a szülők mintáját vittük tovább, bár az esetemben én első gyerek vagyok, és mind a mai napig képtelen voltam megbékélni azzal, hogy engem fiúnak vártak, és így, ahogy az életen végigmentem, az nagyjából úgy történt, ahogy egy fiú az életen végigmegy, és nem csak, hogy fiúnak vártak, hanem én kellett volna az apai fáklyát tovább vigyem, és emiatt, amikor kiderült, hogy én is jófejű, nem annyira zseniális, de relatíve jófejű gyerek vagyok, akkor hát nem én akartam matek-fizika osztályba menni, én 5-8 osztályban az akkori Brassai Sámuel Ipari Liceumban jártam, ami most a János Zsigmond unitárius kollégium, vagy legalábbis az épület, mert én nagyon erősen kötöttem mindig az épülethez, és hát az életem épülete, ami most a JZUK épülete, de én ott Brassa is voltam. És paradox módon, miután átirányított édesapám 9. osztályba a Bátori, ami akkor még 3-as számú matematika-fizika liceum volt, matematika-fizika osztályba, ott én látványosan leromlottam matematikából is és fizikából is, mert a Brassa is tanáraimat imádtam. A Bátoriban, akikkel találkoztam matematika, fizika, kémia területen már nem annyira. Úgyhogy a Bátoriban én nagyon sokat olvastam a pad alatt, meg kötöttem, meg álmodoztam, és így sajnos nem lett mérnök belőlem, bár az édesapám a mai napig sóhajtozik, hogy jaj, jaj, milyen jó mérnök lett volna és belőle. És ez irányított a versírás fele, ez a visszaesés nem, a matekfizikából? Én már harmadikos korban írtam verseket, tehát hogy ahogy beszélgetésünk elején is mondtam, az egyedüli dolog, amiben kitartó és álhatatos voltam ebben az életben, az az írás, vagyis inkább csak az elején a versírás, hogy én attól kezdve, hogy 8 évesen ráeszméltem, hogy halandó is írhat verset, és hogy az nekem némiképp megy, hogy nem olyan nyomi a szöveg, amit én így előállítok, azzal én nem hagytam fel. Egyrészt a saját örömömre, hogy mindig örömöt okozott az, ha összejött az a bizonyos zenei, ritmikus hangzás világ, amit aztán a pályám kezdetén fel is róttak a verseimnek, hogy én semmit nem csinálok, csak dudorászok magyarul, és hogy ebben nagy örömemet leltem, többek között biztos azért, mert vonzódom a zenéhez, de nincs zenei tehetségem, és akkor lehet, hogy itt éltem ezt a dolgot ki. És aztán később, már idősebb korban, pedig az kötött engem ennyire a vershez, hogy némi rendszeresség tapasztalható így ebben a tevékenységben, hogy úgy éreztem, hogy én személy szerint így tudom a mindennapi gondokat, traumákat, örömöket, történéseket feldolgozni, hogy számomra a világ megértéséhez a versen átvezet az út, mert azt hiszem, hogy mindenkinek, én a reneszánsz ember ideálban hiszek, amelyik szerint minden ember kellene, hogy valamiféle alkotó tevékenységet folytasson, és úgy gondolom, hogy a legtöbbünkre ez jellemző is, csak nem mindenki ágál vele. És hát nálam ez volt ez a vers, de mint első generációs kolozsvári, én egyáltalán nem belvárosi gyerek voltam, én lakótelepen nőttem fel, konkrétan a Monostoron, nagyon sokszor költöztünk gyerekkoromban, 3-4-szer is, egy olyan 12 év leforgása alatt, de mindig ugyanott, ugyanazon a monostori tömbház környezetben, ami akkor még nem volt annyira gettószerű, illetve ami számomra nagyon izgalmasnak tűnt, az az, hogy akkor épült ez a negyed. Tehát, hogy én nagyon sok ilyen strukturális dolgot láttam azzal kapcsolatban, hogy hogyan készül el egy járda, egy úttest, egy tömbház, hogy néz ki a vasbeton, milyen a daru, hogyan szállítja az elemeket, és azokból hogyan rakják össze, hát nem a kommunizmus vívmányát, de azt a lakótelepet, amin aztán utána
kulcsos nemzedékként tekerektünk első osztályos korunktól körülbelül 8. osztályos korunkig. Most egy kicsit belekapaszkodnék az előbb általad említett álhatatosságba és kitartásba, ami a versírást illeti, mert hogy ezzel kapcsolatosan érdekelne engem egy dolog nagyon. Hát egy kicsit ugorjunk az időben, még mindig Kolozsváron vagyunk, és mondjuk 1995-ben, ami egy eléggé zsizsegő nagy év volt az erdélyi magyar irodalomban, ekkor jelent meg a te első köteted, a Nonó, de ekkor jelent meg Orbán János Dénesnek, Fekete Vincének és Sánt Attilának is a kötete a Helyőrség sorozatban. És hát nagyon élénk irodalmi élet folyt, különböző csoportosulások. Te az előre tolt Helyőrséghez álltál közel, de Lírádban nem annyira. Te azért egy eléggé intellektuális, bölcseleti vonalat követtél már akkor. A formákhoz, a nyelvi kifinomultsághoz ragaszkodtál, és ezt így meg tudtad tartani. Tehát az érdekel az álhatatossággal és a kitartással kapcsolatosan, hogy tudtál kitartani emellett ebben a környezetben, ami azért egy eléggé lázadó és formabontó és vagány és menő környezet volt, és hát aztán el is távolodtál egy idő után ettől a csoporttól. Hát az embert mindenképpen meghatározza az, hogy milyen környezetben kikkel indul együtt, és én pont úgy kerültem a bölcsészkarra, hogy az osztálytársaim irányítottak oda, miután én kijelentettem, hogy én fizikusnak szeretnék menni, és mondták, nem, 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 neked semmi keresni valód a fizikán, te menj csak ügyesen a bölcsészkarra. És ott évfolyamtárs voltam Orbán János Dénessel, Fekete Vince, Sánta Attila fölöttünk jártak, és akkor így kialakult. Hát nekünk nagy szerencsénk volt, mert gyakorlatilag a rendszerváltás után mi voltunk az első jelentkező fiatal nemzedék, akiket úgy kíváncsian megtárt karokkal vártak abban az új helyzetben. És ez volt a mi szerencsénk, illetve az, hogy Szőcs Géza akkor építette a sajtó és kiadói birodalmát, és hát az ő ötlete volt nyilván, hogy ez a 4 könyv egyszerre jelenjen meg, mert hogy az mekkora nagy dobás lett, mint ahogy az is lett. De ugyanakkor jelent meg például Kelemen Hunornak is az első kötete, csak az övé a Kriterionnál a Forrás sorozatban. És hát így annak köszönhetően, hogy egy helyre jártunk egyetemre, együtt kocsmáztunk, együtt éltünk éjszakai életet, együtt nevelődtünk bele az erdélyi magyar irodalmi életbe. Hát nyilván egy bokban voltunk az elején, de annak a kulcsa, hogy az ember megmaradjon és önmagaként maradjon meg, én úgy gondolom, hogy egyrészt az, hogy némiképp egyéniség legyen. Még hogyha ez most önfényezésként is hat, én nem szeretném azt kidomborítani, hogy egyéniség vagyok, de azt mindenképpen, hogy elég önfejű vagyok, és mindig elég határozott elképzelésem volt a világról, és emellett ki is tartottam. Én inkább a körülmények miatt kerültem egy csapatba ezekkel a fiúkkal, akik mellett nem volt olyan könnyű lányként. Ezt is meg akartam kitartani. Kérdezni, hogy érezted magad? Eléggé, ha ma azt mondanánk, hogy egy eléggé macsó társaság volt, lehet, hogy ez nem tudom mennyire volt az kifejezés. Volt, persze, tehát hogy ez munkás is volt, és én meg össze is rúgtam a port a macsókkal, mert hogy én is a magam módján, ha nem is macsó, de hogy nem adtam fel magam, az elképzeléseimet, és hát mivel, hogy az irodalomról is más elképzeléseim voltak, előbb-utóbb elváltak. Hát úgy olyan 1-2 évig tartott az időszak, ameddig úgy valóban lapot csináltunk együtt meg. Tehát, hogy miután elindult az Erdélyi Híradó kiadó, abban én már nem voltam benne. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor megjelent az első kötetünk, és arra megkaptuk a Román Írószövetség debütdíját, Bukarestről hazajövet a vonatba, mondta nekem Orbán János Dénes, hogy ez itt nem lesz jó. Abba az volt az ok, vagy a botránykő, hogy én a második kötetem kéziratát odaadtam a Marosvásárhelyi Mentor kiadónak, mert kaptam egy Látó Nivódíjat, és a Látó Nivódíj átadó ünnepségén Láng Zsolt olyan szépen odajött hozzám, és félmosolyan megkérdezte, hogy van-e valami a tarsolyomba, és én nagy naívul
mondtam, hogy hát persze, hogy ne, és én hálásan adom is, és aztán utána derült ki számomra, hogy ez nem úgy van, mert hogyha az ember elszegődik egy kiadóhoz, akkor azért a vérét adja, és én egy piszok áruló lettem, mivel hogy más kiadóhoz is adtam kéziratot. És a másik dolog, hogy azt is Láng Zsoltnak köszönhetően, azt is megkérdezte tőlem akkor egy Füst alatt Láng Zsolt, hogy hajlandó volnék-e én kritikákat írni ezekről a drága jó emberekről, akivel együtt én megjelentem, és mondtam, hogy persze, hogyne, hát persze. És nagy naívul szépen megírtam mindent, amit én őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, és akkor ez volt a másik botránykő, hogy képzelem én, hogy beléjük rugok, miután együtt megjelent a kötetünk, és micsoda egy mocsok, gerinctelen utolsó féreg vagyok. Többet én nem tartoztam hozzá az előretolt helyőrséghez. Ez olyan nagyon engem meg sem viselt. Én mentem tovább a magam útján, addig sem. Persze ennek ellenére az Erdői Híradónál jelent meg utána hosszú ideig minden könyvem, meg tovább kocsmáztam Jánosékkal, csak így egzisztenciálisan semmi közöm nem volt már hozzájuk, és ennek mondhatjuk azt is, hogy akár örültem is, mert én soha nem bírtam elviselni azt, hogy valakitől bármiféle képpen is függjek, vagy hogy nekem valaki anyagi okok miatt megmondhassa, hogy mit csinálok, vagy mit tegyek, vagy mit mondjak, vagy hova álljak. Persze ez az életben, ahogy haladunk előre, egyre bonyolultabb. Tudjuk. És hát az nagyon jó, hogy sikerült megmaradnod azon abban a vonalban. Ja, és hát, hogy igen. Én Radnótin és József Attilán és Vionon csiszolódtam kamaszkoromban, és az angol romantikusokat olvastam orba szájba az egyetemen, tehát, hogy nekem ez a két csapás irány volt az, amiről úgy éreztem, hogy az enyém, és amihez így igazán kötődni tudok. És hát ezt semmiért nem adtam volna. Nem is adtam, és így maradtam, aki maradtam, vagy innen indultam új utakra, ha sikerült. Új utakra, de mégis folytatván azért ezt a tendenciát. A következő fontos kötetednek, vagy nagyon fontos kötetednek a 101-et érzem, de lehet, hogy a Föld volt, nekem a Föld a kedvencem, de akkor erről egy picit később. A 101-ről fantasztikus dolgokat írnak, nagyon nagy kritikusok, nagyon jó helyeken. Lehet, hogy azért láttam arról a legtöbb kritikát, mert akkortól volt már internet, nem tudom. Tehát, hogy több minden felkerült a világhálóra, de nem így érzékeltem. Hogy te miként érzékelted a 101 című kötetedet a pályánon? Fú, hát én nem igazán érzékeltem a köteteimet, meg nem vagyok egy, nem is voltam soha egy ilyen jó menedzser, tehát hogy ez, hogy verseket küldözgetni, és folyóiratokban rendszeresen megjelenni, és gondozgatni a kéziratainkat, ez így nekem sosem ment. Tehát, hogy csoda, hogy amit én így összehoztam, vagy ami nekem összejött, azt spontán módon jött össze, ezt kell szégyenkezve bevallani, hogy általában a köteteim úgy jelentek meg, hogy megkérdezték, hogy van-e kézirat, és én mondtam, hogy igen, és akkor egy év múlva, vagy két év múlva kötet lett belőle, és ez így megtörtént körülbelül 10-szer. Jó, mondjuk az van a háttérben, hogy én mindig írtam. A 101 az első vastagabb kötet, mert azt hiszem az a negyedik könyvem, és az azelőtti három azok ilyen kis röhelyes füzetszerűségek. Mondjuk nekem az Esés után a kedvencem, ami a harmadik kötetem, és az első az Erdélyi Híradó. Nem, mert már az első kötet híradós. Igen. A második az Erdélyi Híradónál. Ja, és még az is, hogy nekem általában olyan az első kettő közt egy év van, tehát hogy 95-ben és 96-ban jelentek meg, de utána nagyjából 4 évenként jelent meg kötetem, és úgy is gondolom, hogy ez költőnek így, vagy legalábbis az olyan fajta költőnek, amilyen én vagyok, ez így normális, ennél sűrűbben nem érdemes ezt a műfajt erőltetni, mert hígul. Az első olyan könyv, amiben sok minden van, és amiben esetleg van esély arra, hogy lássunk különböző hangokat, különböző színeket, témákat, érdeklődési köröket. Hát nem tudom, mert azért olvastam olyan kritikát is erről a kötetről, hogy olyan egyhangú és egységű, tehát hogy azért amennyi jót mondanak, annyi rosszat is mondanak általában rólam,
ami nem probléma, mert úgy gondolom, hogy ha valaki megosztó, akkor ha más nem, legalábbis önazonos. Tehát, hogy nem kell csupa jó kritikát kapni. Nagyon helyes az, ha egy könyvről írnak jót is, rosszat is, de az az érdekes, hogy az írásaimmal kapcsolatban mindig voltak, tehát, hogy ez megint szerencsétlenség, de így igaz, hogy nem sokan, de nekem mindig voltak rajongóim. A rajongó az ebben a kontextusban azt jelenti, hogy olyan emberek, akik olvasták a könyveket, és vagy írtak nekem, hogy az nekik milyen sokat jelentett, vagy odajöttek hozzám, és elmondták. Tehát, hogy mindig voltak emberek, akik lelkendeztek azzal kapcsolatban, hogy ez nekik jót tett, ez a szöveg. És ez némiképp ez motivált is engem már a kezdetektől kezdve. A kezdetekben ezek az emberek az osztálytársaim voltak, és aztán így tágult a kör, de mindig voltak olyanok, akiket beszippantott ez a szövegvilág. Hogy nem sokan, az egy másik kérdés, tehát én soha nem írtam bestsellert, mint egyesek. Még egyetlen kérdésem lenne így a költészettel kapcsolatban, vagy ehhez kapcsolódnék, amit mondtál, hogy azért kaptál hideget és meleget, és azért is kaptál hideget és meleget is az elején, hogy eléggé elvont vagy, hogy akár nehezen érthető vagy. Most úgy láttam, végigvonulván a felnőtt írádon, hogy... Ahogyan telt az idő, azért ez egyre szikárodott, és egyre a valósághoz tapadóbbak lettek a versek talán, és ez a váltás talán a Föld című kötettel kezdődött, nem tudom, cáfoljál meg nyugodtan, ott hosszabb verseket, de mégis talán valóságközpontúbb, és hát most lehet, hogy ez rossz megfogalmazás, de mindenképp más, egy picikét más költői nézőpontú szövegeket lehet olvasni, és hát egészen a pulzusig így látom, bár a műrepülés az némiképp jobban visszakapcsolódik a korábbi hagyományokhoz. A Föld 2014-ben jelent meg, ami azt jelenti, hogy akkor a 40-es éveimet tapostam, ami azt jelenti, hogy az előtti, tehát hogy így a 30-as évek vége fele született szövegek találhatóak benne. Hát ugye 35 éves korig tart állítólag a fiatalság. Én 34 évesen szültem az első gyermekemet, 41 évesen a másodikat, tehát hogy nekem ebben az időszakban zúdult a nyakamba mindaz, ami a felnőtt léttel csontba vágóan együtt jár. Egyeseknek már 20 évesen, hát én ezt jó 10 évvel kitoltam. De én már a harmadik kötetnél megkaptam ezt, hogy mit keresnek a trolibuszok, és a por, és a metró a versben, meg a piálás, meg ilyen, mit keresnek ezek. Hát a vers az egy fennkölt filozófikus médium, és eddig milyen szépen csináltam, és akkor most tessék, összerodjant az egész. Van egy olyan elképzelés is, hogy verset csak lázadó fiatalok írjanak, illetve az olyan egzisztenciájú elmék, mert hogy így fogalmazzunk, vagy lények, akiknek nem kell a hétköznapokba beleragadniuk, mert hogy a versnek semmi köze a hétköznapokhoz, és van egy olyan elképzelés, amely szerint, de igenis a vers minden ízében legyen hétköznapi, és ne is szóljon semmi másról, csak a hétköznapiról, és minden porcikájában érthető és feldolgozható legyen. Hát én mindehhez nem voltam soha hajlandó tudatosan viszonyulni. Fiatal koromban is arról írtam, ami foglalkoztatott, hát akkor az ember ugye idealista, megpróbálja megfejteni ezt a mindenséget, ami körülvesz bennünket, és abban az életkorban még talán spirituálisan közelít ehhez az egészhez, de belekerül óhatatlanul a valóság a versbe, hogyha az ember nem arisztokrata, aki vidéki birtokán a kandalló mellett éveken át fogalmazza műveit és leveleit a kortárs arisztokratákhoz.
Úgyhogy bármennyire is varázslatos, vagy arisztokratikus, vagy forradalmi műfaj a vers, nehéz eltekinteni attól, hogy a 20.-21. században egy proli értelmiségű, fogantatású, illető kisebbségi létben mit tud ezzel kezdeni. És visszatérve a városokra, ugye, hogy Kolozsvárról csak egy vers van, és Budapestről sok. Budapesten én 28 éves koromtól 32 éves koromig éltem, akkor volt ez a doktoriskola, és hát úgy gondolom, hogy az volt életem egyik legmeghatározóbb időszaka, olyan értelemben, hogy akkor kezdtem igazán felelősségteljes fiatal felnőtté válni, addig inkább kamasz voltam, bár korban már előre haladott kamasz, és akkor szembesültem egy csomó mindennel, mondjuk például az egzisztenciális problémákkal is, azzal, hogy idegenben az embernek valahogy a saját lábán állva kell élnie, ráadásul olyan embernek, aki nem igazán szeret elszegődni túlzottan sehova, és végül is ebben a pulzus kötetben egy egész ciklost kapott Budapest, mert valahogy azt hiszem, hogy tudásban, felfogásban, tudatosságban, vagy a lírai én tekintetében igazán akkor lettem azzá, aki még mindig vagyok. Addig valaki más voltam. És valahogy máshogyan éltem, és akkor törtem bele a mostani létbe, és hát ezért meg Budapesttel volt egy ilyen viszonyom, tehát hogy számomra az volt valahogy a második otthon, de nem tudtam ott gyökeret verni. Nagyon-nagyon szerettem a várost, de képtelen voltam ott megmaradni. Ez némiképp kudarc is, vagy nem tudom, hogy hogyan lehet erre tekinteni, de tény, hogy a szívem csücske Budapest, és azóta is elég rendszeresen visszajárok, amikor tehetem. De valahogy az életem azt mutatja, hogy visszakerülök mindig Kolozsvárra. Bukarestben is éltem 3 évig. Igen, erre szerettem volna de rákérdezni. De onnan is vissza kellett jönnöm. Nagyon jó. Hát akkor itt már rátérnék egy kicsit az anyaságodra, mert hogy itt a Bukarest az kisgyerekes igen. Anyaként hát ért téged. Hát az gyakorlatilag téged. Egy gyermek első 3 éve volt, amit én Bukarestben töltöttem a és kis alányommal. Hát azért tettem fel a szemüvegemet, hogy csak egy idézetet olvassak, mert a Bukarest az anyaverse a Pulzus című kötetben, és hát nem hiszem, hogy olvastam valaha ennél húsba vágóbb 4 sort az anyaságról, a társadalmi anyaságról inkább. Az anyák foltok egy hivatalink kidörzsült gallérvonalán, kimosva, kivasalva száradnak a ház udvar felőli oldalán. Ez a bukaresti anyaság, ez milyen volt neked? És költőként tudtál-e akár dolgozni ebben az időszakban? Hát húzós volt számomra Bukarest, mert vákuumba kerültem olyan értelemben, hogy nem ismertem senkit, és olyan értelemben is, hogy egy csecsemőt gondoztam, és nem voltak csecsemőgondozó ismerőseim, barátnők, családok, tehát hogy így az volt a tapasztalatom, hogy én egy kisbabával és egy babakocsival egyedül vánszorgok a nagy, poros, nem feltétlenül jó indulatú metropoliszban, de azért érdekes is volt Bukarest a maga módján, és nem, mégsem panaszkodhatom, mert például akkor írtam a Fekete Leves című kamasz verses kötet anyagát, nagy kétségbeesésembe, hogy most már többet soha nem leszek gyerek, mert anyuka lettem. Itt egy kicsit megszakítalak, és csak annyit mondjunk el a nézőknek, hogy akkor 2 gyereked van, és ők hány évesek, illetve azt is, hogy gyerekverseket mikortól kezdtél írni, és miért, és mi számodra a gyerekvers? Hát egy közel 17 éves lányom, és egy 10 évet már betöltött kisfiam van, és hát nekem az első versek, amiket írtam, gyerekversek voltak, és úgy nagyjából 21 éves koromban írtam tudatosan gyerekverset, de például amikor az első kötetem megjelent, arra is azt írták, hogy de hát ezek gyerekversek, mit keresek én a felnőtt versek, vagy hogy némi kép, vagy hogy gyerekversek is vannak benne, tehát hogy valahogy az, ahogyan én verset írok, az egykönnyen gyerekversnek is minősíthető, de
Én ebben Vörös Sándor mellé állok, aki azt mondja, hogy nincs gyerekvers és nincs felnőtt vers, csak jó vers és rossz vers van, illetve hogy minden helyet kaphat egy versben, és nem szép dolog legyinteni bizonyos szövegekre azzal, hogy az gyermekvers, mint ahogyan nem szép dolog gyermekversként eladni olyan szövegeket, amelyek nem versek, mert ez is történik. No, és én gyakorlatilag a Napsugár akkori főszerkesztőjének, Zsigmond Demesének köszönhetem a gyerekversben való kitartásomat, mert miután ő rám tette a kezét, nevezzük ezt így, jó 20 éven át le nem vette rólam, és türelmesen hónapról hónapra noszogatott, hogy írjak a két lapnak verseket, és gyakorlatilag így gyűltek nekem a gyermekverseim, hogy azért mondjuk mindig nagy kedvel és bizonyos igényességgel írtam ezeket a verseket. Tavaly évben két könyved is megjelent, a Pulzuson kívül, amelyhez most így a végére visszakanyarodnék, a Kejfej Jancsi című prózaköteted, ami meséket tartalmaz. Miben más mesét írni, mondjuk, mint gyerekverset, miben más az a teremtett világ, és hát hogy jutott eszedbe, vagy miért kezdtél ebbe a nagy feladatba, vagy nem tudom, hogy nagy feladat-e, de bizonyára nem könnyű prózát írni vers után. Hát igen, és én világéletemben, tehát hogy ez egy paradox helyzet, mert én mindig az a költő voltam, aki úgy jellemzően nem írt prózát. Írtam mindig mindenfélét, de például azokat meg sem őriztem, úgyhogy szanaszét röpködnek a világegyetemben különböző filmekről, könyvekről, stb. Kelt írásaim. Tehát, hogy így mindig is költőként léteztem, vagy úgy tekintettem magamra, és említettem már korábban, hogy van egy olyan nézet, hogy az ember fiatalon írjon verset, és ahogy telnek az évek, az az érzésem, hogy ez így igaz, tehát hogy valahogy más az idősödő lélek lírai pályája más, és mintha én arra már nem volnék olyan rátermet, tehát hogy az a fajta vers, amit én írni tudok, az egy fiatal vers, az egy idealista vers, az egy lázadó szöveg, és most már nincs rá indítatásom, nem tudok ilyet, mást esetleg az, ami a Pulzusban van, tehát hogy ezt a retrospektív dolgot, de ezt ha egyszer megírtam, most nem írhatok még egy ugyanolyat. Meg én soha nem ragaszkodtam foggal, körömmel ahhoz, hogy írni minden áron, tehát hogy mindig is akkor írtam, ha úgy éreztem, hogy jön. Ha nem jön, nem írtam. Valahogy az utóbbi időben így megerett a próza, és erre én nem is vagyok hajlandó racionális magyarázattal szolgálni. A mese, az, ott azért volt egy kurbli, és ez a Tokos zenekar, akik jó pár évvel ezelőtt megkerestek, hogy írjak nekik egy zenemesét, aminek a segítségével gyerekeknek való előadást állítanak össze, ahol majd hangszereket bemutatnak a gyerekeknek, és én írjak egy olyan keretmesét, ami ezt lehetővé teszi és segíti. Addig nem írtam mesét, és kérdeztem is tőlük, hogy de hát ti miből gondoljátok, hogy én mesét tudok írni, mert én soha olyat nem csináltam. És azt mondták, hogy ők úgy kinéztek engem, és legyek oly kedves megtenni, mert ez működni fog. És az az érdekes, hogy működött, és hogy utána így elkezdett mocorogni a fejemben ez a dolog, hogy a mese, bár nekem nem erősségem a történetmesélés, és ez a Kejfej Jancsi könyv is inkább egy játékos nyelvi bravúr, nem egy igazi narratív diadalmenet, de szívem, lelkem beletettem, és egy ilyen népmesei mintára próbáltam nyelvileg meglehetősen, az én elképzelésem szerint viccesen és játékosan körüljárni azt, hogy a világban a legtöbb dolog nem úgy működik, ahogyan mi elképzeljük, de se baj, csak egy kis nézőpontváltás kell, és valószínű, hogy a legnagyobb katasztrófa is túlélhető. Nagyjából ez. Köszönjük szépen, Noémi, és hát a nézőpontváltáshoz, vagy legalábbis a több nézőpont megismeréséhez olvassanak László Noémit. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a beszélgetést.